Köszöntöm Önöket, Marjai Virág vagyok. Önök az Építészet 21 adását látják. Bükkalja egyik legkedveltebb, legbűbájosabb települése Noszvaj, 10 kilométerre Egertől. Mérőműszeres vizsgálatok alapján itt a legtisztább a levegő Magyarországon. Csokorba szedtünk Önöknek néhány vendégházat a környékről. A festői Noszvaj Egertől 10 kilométerre, a Bükki Nemzeti Park déli határán, a Várhegy lábánál fekszik. A kastélyáról és a barlang lakásokról híres falu a Kánya-patak völgyében helyezkedik el. Eleinte természetes módon, majd mesterséges segítséggel alakult ki a Síkfőkút tavacska, amely köré az 1930-as években épült ki az erdei turizmus. De ma már Noszvajon minden évre jut egy különleges szálláshely. Van a faluban jurta, buboréksátor és újabban lombház is. Amikor Maliga Péter meg Dévényi Viktor megkeresett minket, akkor az határozottan lombház tervezésére kértek, vagy kerestek meg minket. Itt maga az elképzelésük volt különböző attól, ami végül is megvalósult. Ők meleg éghajlati találtak, vagy kerestek példákat, ami igazán megtetszett nekik. Igazából az a hangulat, hogy fönt van az ember a fák között, de azok inkább ad-hoc jellegű építmények voltak. Maga itt Magyarországon ezt így nem lehetett volna így kivitelezni, főleg úgy, hogy ők teljes évre szerették volna ezt. Tehát, hogy mondjuk még esetleg egy nyári időszakra lehetett volna, de hogy igazából egész éves üzemeltetésben gondolkodtam. A házak, bár technikai értelemben nem lombházak, a fakorona magasságában helyezkednek el. Ázsiában számos ilyen épület működik szálláshelyként. Mi már megpróbáltuk megközelíteni a másik oldalt, tehát hogy amit nálunk így szerkezetileg, vagy épület szerkezetileg tudnia kéne, úgyhogy mi inkább észak-európai példákat hoztunk föl. Igazából nem is magunknak kerestünk példákat, hanem nekik, tehát hogy összehozzuk hogy közös véleményre jussunk. A tulajdonos a kezdetekben itt is egy kicsit spontánabb, romantikusabb épületet szeretett volna, de az építésszel közösen arra a megegyezésre jutottak, hogy az idény jelleggel használható épület helyett egész évben üzemeltethető szálláshelyet hoznak létre. Csak egy kicsit az a mérnöki jellegű csomópontok jellemzik, tehát hogy maga az esztetika is inkább ez a világ, tehát hogy pont ellentétes attól, amit mintának hoztak. Viszont így a végére szerintem ők is megszerették, és maguk érezték ezt a világot is. A legfőbb cél az volt, hogy a házak pontosan illeszkedjenek a festői erdei környezetbe, anyaghasználatukban is jól idomuljanak az erdő hangulatához, így hamar egyértelművé vált a fával való építkezés. Hát ami talán a legszokatlanabb, meg az épületen is talán így látszik, amellett, hogy mondjuk tévé is programban volt, ami mondjuk a mi gondolt világunkban, vagy a elképzelésünkben mondjuk hiányzott volna, de egy ilyen nagyon különleges elem volt például a jacuzzi, ami később a épület megjelenésében is megmutatkozott, mert a teraszon kapott helyet, süllyesztve a terasz szintjére. Minden ház teraszára masszázsmedencét telepítettek, amelynek beépítésekor igyekeztek olyan megoldást találni, hogy azok ne lépjenek ki a terasz síkjából. A lábakon álló házak pillérei alá az alapozáshoz csak a legkisebb mértékű betonpontokat öntötték ki. Nagyon fontos volt, hogy a minimális beavatkozást hajtsunk végig az erdőbe, úgyhogy ha esetleg egyszer úgy adódik, hogy ezeket el kell bontani, akkor visszaállítható szinte az eredeti természetes környezet. A könnyű szerkezetes erdei házak fő alapanyaga természetesen maga a fa lett. Ezt szerették volna minél hagyományosabb ácsmunkával összeállítani. Az egyedi ácsszerkezeteket például a jacuzzi okozta többletterhelés miatt acélkapcsolatokkal kellett megerősíteni. A kivitelezés az elég nagy feladat volt. Maga az elejétől kezdve az engedélyezése volt egyszerű, de azt gondolom, hogy az ács megtalálása volt a legnehezebb, de végül 8-9. Ács elvállalta ezt a munkát. Tehát egy korrekt
tényleg egy olyan ácsmunkát rakott össze, ami egy ilyen mestermunka. A teljes beruházás 70 millió forint nagyságrendű a telekkel együtt. Augusztus végéig már csak egy-egy szabad hely van, ami különösen jó arány, mert az árai magasra pozícionáltak. A visszajelzések abszolút pozitívak, a tervek meg a fejlesztés, ami már folyamatban is van. Tehát, hogy már megkaptuk az előzetes engedélyt a következő ütemre. Megkét kikapcsolódás kettesben a Bükk déli lejtőjén. A Noszvaj 981-et a válogatott vízilabdázó Gornagy Miklós és felesége Klári álmodta meg. A zöldövezettel körülvett Noszvaj 981 szállása a Bükki Nemzeti Park peremén a faluban található. A romos ház helyén hónapok megfeszített munkája után ma már egy mesés kunyhó emelkedik. Ebbe a valósággá vált álomba hívják a pihenni vágyókat, hogy az ott töltött napokban ők is meg tudják fogalmazni a saját álmaikat. 11-ben, ha jól emlékszem, Egerbe igazoltunk, és lelkesen szállást kerestünk a családunknak, ami igazából akkoriban nem csak belőlünk át, akkor még csak hárman voltunk, hanem a két kutyánk is ott volt, akik most itt fekszenek, és Noszvajon találtunk egy nagyon szép házat. Beleszeretünk igazából a faluba. Már az első évben, vagy az első időszakban, mert nagyon-nagyon jó ott lakni, és szerettünk ott. Sétálgattunk ott a környéken, és megláttunk egy nagyon szép, kicsit romos állapotban lévő házat a domboldalon. Ki volt rakva egy eladótábla, és mutattam a Mikinek, hogy nézze meg, milyen szép, milyen jó pofa az a ház, hogy milyen sok mindent ki lehetne belőle hozni. És mondta a Miki, hogy hát ott vannak a tulajok, éppen ott kertészkedtek. Nem tudtuk meg, hogy a tulajok. Pont ott tetvett valaki a kertben, és kérdeztük, hogy tudnak-e a házról valamit. Hát igen, hogy az övéké. És akkor kiderült, hogy eladó, és akkor tulajdonképpen másnap megvettük. Nem sokat gondolkoztunk. Igen, és úgy jött, hogy vendégház, hogy nem szerettük volna, hogy ott álljon üresen egy újabb felújítandó ingatlan, mert akkor, ami mögöttünk van, az már itt állt üresen felújítandó állapotban. És azért arra gondoltam, hogy ha megvesztük, akkor egyből újítsuk föl, és üzemeltessük ilyen kulcsos házként. Miklós felesége sok mindent saját kezűleg készített a vendégházban, és saját ízlése szerint rendezte be, és újította fel. A kétszemélyes kulcsos ház maximális kényelmet és nyugalmat biztosít, ahol sem személyzet, sem más szálló vendég nem zavarja a pihenést. Hát a név az kardinális kérdés volt. Hát gondolkoztunk, sokféle hülyeség eszünkbe jutott, meg voltak, lehet, hogy jobb ötleteink is, meg kevésbé jobbak, de végül nagyon praktikus volt, hogy a helynek a helyrajzi számát teszik oda a Noszvaj elnevezés mögé. Úgyhogy ez viszonylag egyszerűen megadott a kérdés, egyszerű lokáció, de én szerintem így még jól is hangzik így, 981. Nagyon rossz állapotban volt a ház, nem volt lépcső és nem volt mellékhelyiség sem. A kőházat belülről kellett szigetelni, a kapcsolókat és a tapétát például Skóciából rendelték. Ma közvetlenül az erdő bejáratánál található ez az angol vidéki romantikát idéző vendégház. Én azt akartam, hogyha odaérkeznek, akkor úgy érezzék, hogy otthon vannak. És hogy egy ilyen nyugalmas, otthonos érzés legyen bennük. És a kandalló volt ugye a kritikus kérdés, mert hogy nagyon drága volt. A Miki mondta is, hogy azt már muszáj beépíteni, mert már drága, és mondtam, hogy persze, hogy muszáj, már oda rakjuk ezt a kandallót, a férfiak úgy fogják érezni, hogy be akarnak gyújtani. És akkor nekünk csökkenni fog a rezsi. És utána mi nem vagyunk ott amúgy a kulcsátadásoknál, de a Mira, aki nekünk adja át a kulcsot, ő mondta, hogy megjönnek az emberek, és azt mondják, hogy úristen, olyan, mintha otthon lennék, a férfiak meg rohannak a kandallóhoz, mert be akarnak gyújtani. Úgyhogy végül is, amit elterveztem, hogy mit mondjanak, vagy hogy mit érezzenek, az bejött. Csupa pozitív visszajelzés van. Rengeteg törzs vendégünk van, ami szerintem azt mutatja, hogy jó a hely. Volt, aki már 7-8-szor volt nálunk.
rendszeresen jönnek kérdés nélkül, tehát már szinte már baráti levelezésben vagyunk ilyenkor, látjuk a foglalást, sziasztok, újra itt, hello. Ugye én úgy látom, hogy sikeres a ház. A házaspár üzenete: töltsetek el néhány napot úgy, hogy a külvilág nem létezik számotokra. Csak ti ketten egy mesebeli házikóban. Noszvajt én személy szerint a Kultikus Nomád Hotel által kedveltem meg, mely híres a családi vendéglátásról és új ötleteiről. A glampingezéstől a jurtázáson át, egészen a buborék sátorig. Hallottak már a noszvai konténerházról? Bemutatjuk önöknek a lebegőházat, mely egy valóságos csoda. A síkfőkúti tavakhoz vezető egyik vízmosás fölött lebeg a két hajózási konténerből épített szálláshely. A konténerház minden igényt kielégítő kényelemmel felszerelt, skandináv stílusban berendezett két háló, fürdőszoba és nappali konyhából áll. Hatalmas terasza az erdő dzsungelén át a tavakra néz, elképesztő madárcsicsergéssel fűszerezve. A konténer ezúttal nem szállítás, hanem kényelem céljára jött létre, s annak érdekében, hogy eleget tegyen ennek, némi speciális változtatást igényelt. A trapézlemez oldalfalából rengeteg nyílászárónak való helyet vágtak ki, ezért kellett egy extra támgerenda a monstrum alá, sőt, még acélgerendákkal is megtámasztották, hogy még nagyobb biztonságot nyújtson a használók számára. A ház egy nappali amerikai konyhából, két szobából, fürdőből és egy WC-ből áll. A térérzetet növeli a 40 négyzetméteres terasz. A stílus minimál. A fűtés és a melegvíz is elektromos, távolról internetes vezérlésű. Gáz egyelőre még nincs, de van rá lehetőség, pont úgy, ahogy a tetőre szerelhető napelemekre is. Bár jelenlegi helyén, a zárt lombkoronákba burkolózott hely révén szinte teljesen felesleges. A noszvai konténerház valóban izgalmas, mert beépült a természetbe, mert betonlábakon áll, és alatta 5 méter mélységben látszik a vízesés. Ez az elhelyezés kétségkívül izgalmas vizuális élményt is ad. A szívünk benne van, a tiéd is itt lehet. Ez a szlogenje a Csendülő vendégháznak, mely Noszvaj szívében a kastély mellett helyezkedik el. Ismerjék meg ezt a lélekzónát, ahova Csernus doktor is szívesen elvonulna. A doki kiszállt a nagyvárosi pörgésből, és másodmagával az egri almagyar domb érseki dűlőjén borászatot alapított. 2 éve egy Depresszó nevű kávézót is nyitott Egerben, és még a Kenyérzsák nevű pékséggel is gazdagította Noszvajt. Most meg itt van az újabb állomás, a Csendülő, ami egy komplex hely, étterem, kávézó, színház és nyugalmi zóna egyben. A ház magában csak egy ház, de az a töltet, ami itt van, az teljesen más. Én tudom, hogy végülis az építészet az másként gondolkodik, de nekem a ház az egy tárgy, ahol megvalósíthatom azt, amiben én hiszek. De az tény, hogy nagyon sok eleme tudatosan lett kialakítva, tudatosan őriztem azt, meg az építészekkel együtt gondolkodva a szemközti háznak az eredeti formáját, amin igazából nem változtattunk semmit sem. Itt mellettünk az egykori istálló volt, és ez lett kialakítva egy közösségi helyén, mert nekem ez a ház mindenképpen, hogyha valakinek mondtam, hogy ez micsoda, ez egy
ez egy kulturális fogadó. A csendülőben nyugalomra talál az, aki szeretne eltávolodni egy kis időre a világ zajától. A költői szépségű Noszvajon dr. Csernus Imre megálmodta és megteremtette ezt a különleges energiájú lélekzónát, amely a kávézás élménye mellett kulturális kikapcsolódást és szállás lehetőséget is nyújt a nyugalomra vágyóknak. Például a lenti csűr, ahol most ilyen, vagyis rendszeresen kiállítások vannak, most éppen egy fotó kiállítás van, az ott 8 oszlop volt, és keresztbe gerendek, és akkor az építész azt mondta, hogy hát egy kicsit merészebb vonalakkal, egy nagyon nagy előső front ablakkal, meg üvegfelületekkel, meg egy íveltetővel megálmodta, és akkor a kertész, aki építette ezt a házat, azt mondta, hogy olyan jók benne az energiák, hogy a házat elnevezte lélekháznak. És azóta mi is lélekháznak hívjuk. Fontos szempont volt a hagyományok őrzése, a természetes anyagok használata, így például a nyílászárók is fából készültek. A kivitelezés 3 évig tartott. Ez 2 kőház valójában. És hát ez ezzel jár összes probléma a csatornálvezetéstől kezdve, tehát itt valójában semmi nem volt. És nagyon sok ember ilyenkor fotókat készít, hogy nézett ki a ház. Én meg nem akartam fotókat készíteni, hanem ott a mosdó előtti részben van egy famennyezet. És a famennyezetről, ahogy pereg a festék, azt szándékosan meghagytam, mert úgy nézett ki az egész ház. Olyan elhanyagolt állapotban. Sőt, egy buzgó mester elkezdte azt leseperni, de hála Istennek meg lett állítva, mert sokan megkérdezik, hogy hogyan csináltam azt, hogy kicsit válik le a festék, és akkor van egy láncszóró, meg mindenféle ötlet, hogy az hogy lett, és akkor mondom, nagyon egyszerű a kialakítása, úgy hívják, hogy az idő. Imre azért keresett meg minket, hogy egy kicsit távolabbra nyúljak a történetbe, mert Balaton felvidéken több rekonstrukciós munkánk volt, és hát ilyen módon nekünk nagyon szívhez szóló volt a felkérés, mert tényleg egy csodálatos faluba, 2 csodálatos, ám elég rossz állapotban levő kőház, amit Imre kitalált, hogy a ő céljai számára felújít és átépít. Úgyhogy hát egy ilyen nagyon izgalmas kihívás volt egyrészt az értékmentés, másrészt az, hogy ugye hát Imre elképzeléseinek megfelelően azért valami olyan megoldásokat találjunk, ahol a értékmentés mellett egy valamiféle finoman kortárs építészeti elemeket is becsempészünk a projektbe. Ez a kortárs azért ez egy elég tág és furcsa fogalom, hogy mit nevezünk kortársnak, mert végül is mindent kortársnak lehetne nevezni, amit ma tervez valaki, de attól még lehet avittos és nem jövőbe mutató. Ebben az esetben azt gondolom, hogy talán a pajta épületnek a tető megformálása, ami az ilyen legmarkánsabb jel a projekt során, ezzel a furcsa japán formavilágú tető szerkezettel, ami teljesen szokatlan, és mondhatnám idegen is a magyarországi falusi pajta építészetnek a hagyományos formavilágától. De azt gondoltuk pont, hogy mivel a Imre is egy meglehetősen markáns és egyedülálló dolgot művel a saját területén, úgyhogy a projekt ezt bőven el fogja viselni, hogy legyen egy ilyen markáns jel a projekt során. A szín az, én nagyon sok mindent érzésből teszek, és amikor az egész elkezdett épülni, én tudtam azt, hogy annak ellenére, hogy a mésszel való festeni az nem időtálló, de nekem fontos volt, hogy mésszel legyenek lefestve, tehát fehér legyen a ház, piros cserép, és amikor elkezdtem agyalni, hogy milyen legyen a nyílászárók, meg az ablakok, és akkor
Én kettős állampolgár vagyok, én szerb és magyar. És valójában magyar nemzetiségű. És nekem a kék szín a gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos. És utólag megtudtam azt, hogy a nagyon sok helyig rézgálicsal festették az ajtófélfákat, feltehetőleg az antibakteriális hatás miatt. És csak én azt a tompa kék szín, amit eddigi parasztházaknál lehet látni, én ezt megerősítettem, mert ez kifejezi az én hozzáállásomat az élethez. Szenvedélyes, intenzív hozzáállás, én valamit vagy csinálok, vagy nem csinálok, tehát nem tudom csinálgatni. A bútorok tudatosan úgy lettek összeválogatva, hogy emberi kéz által megmunkált régi darabok legyenek. Ezek a székek sokféléek, szuették, recsegnek, ropognak, de még azt is elképezik, hogy annak ellenére, hogy akár egy asztal mellett négy különböző szék van, de különbözőségünk ellenére képesek vagyunk egy asztal mellett beszélgetni. Szívvel, lélekkel és sok tudatos döntéssel alakították ki a helyet. A fecskefészkek megőrzésétől kezdve a régi hagyományos elemek tiszteletben tartásáig. A Heves megyei település kicsi és csendes, ezzel együtt a csendülő, mediterrán jellegével két kézzel osztogatja a nyugalmat minden arra járónak. Nem csak úgy itt vagyok otthon, hanem ez a szívem. Ennyi. Minden. Ha már nem lesz a szívem, és nem fogom tudni hitből csinálni, akkor be fogom zárni, és megyek tovább. Ez volt már az Építészet 21. Jövő vasárnap délután ismét várjuk Önöket. Adásaink visszanézhetők az Echo TV honlapján. Köszönjük figyelmüket! A viszontlátásra!